Sziasztok, hoztam nektek egy újabb videót. Ebben a videóban megmutatom nektek a második tetoválásomat. Úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Tetkónak a mintája az ez lenne, egy rózsa, és akkor így lelóg ilyen láncszerűségbe ilyen levelek. De a videó végére szerintem berakom nektek egy képet, hogy ti is lássatok, hogy milyen. Tegnap csináltattam, nekem már ugyebár ez a másik tetoválásom, nem féltem, szerintem nem is van egy tetoválás annyira, hogy én például utána néztem neten, és odaültek, hú, de fáj, így de fáj, amúgy fáj, hogy karon, nekem nem is fáj. Meg se éreztem szinte. Van, amikor kellemetlen, de úgy, hogy fáj, és akkor már sírsz a könnyeitől, olyan úgy nem volt, ahol vékony a bőröd, és csontot érhet, az biztos, hogy fájdalmas. Én onnan nem is akarok, meg nem is, azt viszont szerintem nem bírnám ki annyira. Még lehetséges, hogy ide a karomra szeretnék csinálni majd későbbiekben, ha még csináltatok, akkor tetoválást. De szerintem nem bántam meg, meg nem olyan mintát csináltatom, amit később megbánok. Meg nem is szabad olyan, amit később megbánunk. Például a egy hónapos kapcsolatunknak, a párodnak a nevét ne varratasd magadra. Szerintem, mert az nem biztos, hogy annyira örök, mint az a tetoválás. De én a mintát, ami téged tükröz, vagy az van benne, amit te szeretsz, tartok bátran. Szerintem, hogyha szeretnél tetoválást, akkor olyan mintát csináltassam magadra, ami tükröz valamit téged. Én például szerettem a rózsát, meg a virágokat, én virágokat akadtam magamra. Tehát szerintem arra nem érdemes, amit megbánhatsz később. De hogyha találsz olyat, amit neked tényleg tetszik, és nem úgy, hogy jó, ezt tetszik, és akkor most menjünk most csináltatni, úgy nem. Kell egy kis idő, hogy tényleg megszokod, hogy ezt biztos szeretnéd, nem gondolod meg, nem találtál a jobbat. Szóval nem úgy menjél oda egy tetováláshoz, hogy ezt tényleg találtam ezt a mindent, és magamhoz szeretném maradni, és akkor egy év múlva meg úristen, valahogy le kéne szeretni. De viszont egy tetoválást nem is lehet leszeretni teljesen. Van az a lézeres eltávolítás, de avval se tűnik el teljesen. Még lehet, hogy ez jobban fáj, mint hogyha tetováltatnál. Tehát inkább olyan, mint az. Varrass magadra, amit biztos, hogy nem fogsz megbánni, és ezzel szerint gondoltad, hogy azt a mintát szeretnéd magadra varrani. Hogyha az ápolásról beszélünk, akkor a bepantán krémet kell rárakni, nem szabad áztatni 5 napig, és fóliázni kell 3 óránként, kell bepanténnál bekenni, csak a bepantán és a bepantán plusz jóra, az ilyen más krémeket nem szabad. Utána pedig később ilyen testápolóval lehet kenegetni, meg azt sem szabad, hogy sokáig rajta a fólia, és akkor már tiszta víz alatt, meg izzadt alatt a kezed, akkor ugyebár újra gyártatod, és azt nem szabad, mert úgy kidobja magából nagyjából a festéket, és az nem lesz nagyon jó. Nekem utána a tetoválás jobban fájt, miután megcsináltam, és utána jobban éreztem, hogy na most már azért fáj, meg érzem, hogy húzza a bőrmet, meg szúr, meg ilyenek, mint amikor készítették. Tehát, hogyha készítik, akkor nem fáj. Utána kicsit érzékenyebb a bőrök, persze. De ne úgy akart kenegesni, hogy így, meg ne mással akart bekenetni, mert ő nem érzi, hogy neked mi fáj. Utána viszont nagyon érzékeny a bőröd. Fóliázni is úgy 5 napig kell, 3 óránként kell cserélni. Így nézz utána a dolgoknak, hogyha szeretnél magadnak a tetoválást, ne úgy vágjál bele, hogy ez megtetszett, holnap jó, megy, már csináltassuk. Nem. Várjál bele egy hetet vagy kettőt, hogy jól meggondolod, mert lehet, hogy az alatt még találsz magának volt, ami például neked jobban tetszik. Így ennyi lenne már a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. A képet persze majd mindjárt megláthatjátok szépen, úgyhogy ennyi lenne már. Sziasztok!